panasz annyi sok dalban van. Hamar visszatérni vágyunk, ha ma nem, akkor holna. Már vagy négy hete, hogy útra keltünk, hogy a városokat járva pénzt keressük. Csupán csak hét év, s meg lesz mindenünk, és visszatérhetünk. Vár otthon ránk, apánk, anyánk, és a két bátyánk Louisianában. Amit megkeresünk, nékik hazaküldjük. Ebből a pénzből épül majd egy kicsi házikó, egy kicsi házikó a Mississippi partján. Ugye, Anna? Nálam az ész, nem is vagyunk igazából ketten. Páros lényünk, csak egy személy, Annának hívnak minket. Közös a múlt és a jövendőnk is egy, egy a szívünk, s abban számlál, hogy a másik thank you.
megállást. A helyi mulatóban táncolunk. A város Memphis a második állomás. A mezon nagy megszavarta, sajnos egy lány a szép ruha gyakran megtéveszt, mint a pár játszani már, hogy ezzel bűvölje el a mulatót, és Memphist, a második városunkat. De ott az emberek nem erre vágytak, nem ez a szám, amire vágytak ott. Mert én sem meg végre,
se meg vége. Hogy ebből a pénzből, hogy ebből a pénzből, az a küld, nem lesz kész a kicsi ház. Nem lesz kész a kicsi ház. Minden felnél ez a léva, jól lesz rám a szedni őt néva. Hogy ezt a putaliba értsen, ebből a kicsike kis pénzből, sokkal se készül el a ház. Elértük Los Angeles, ahol a statisztáknak minden ajtó tárva. Ha most magunkat összeszedjük, és a hibákat elkerüljük, nem állít senki meg, míg célunk elérjük.
kéred ez, Anna, kinek túl üvesel a gyomra, de a szerzős értetően írja, hogy nem óhajt egy vízilovat Philadelphia. Mérni kell minden nap súlyát, jaj, ha egy-két grammal tőle, mert az egyesség is így szól, nem lehet csak mert az értéke csak 52 kiló, hát jaj, ha egy-két grammal tőle, mert a túlsúly szörnyű bűn, jaj, ha egy-két grammal tőle, mert a túlsúly szörnyű bűn, jaj, ha egy-két grammal tőle. Ha sokszor elmondja magának, majd csak otthon etsz, majd csak Louisianában. Kifli, sűrsús, sírse, spárga, és az édes mézes túrós táska. Majd csak a házra Louisianában. Aki sok pénzt áldozott a lányra, de most Annával lett újra gondom. Aki ostoba szerelmes, de másba, és ráadásul még ő fizet érte. Van pedig hűség nélkül, már a nőzele annyit fél. Senki sem szívesen fizet annak, aki más ágyában is hegyén. Milyen könnyelmű csak az lehet, ki másra rászorulva nincs. A helyzetet elfelejtett, sajnosabban örömmel semmi sincs. Mondtam is, két szék közt a pad alá esett, majd a férfit kerestem fel. És szóltam neki, hogy e helyzet az én húgocskámnak eszét veszi el. Ilyen könnyelmű csak az lehet, ki másra rászorulva nincs. Ám a helyzetet elfelejtett, sajnos abban örömteli semmi sincs. Aztán Fernándót még többször láttam,
nem volt semmi köztünk már, vicces mi. Ám de Anna, mert látott minket, mégis durván támad rám. Vezesse gyermekünk az Isten, mutassa merre visz a jóléten az út. Kerülje messze a bűnki tilkos írás, így lesz mélység, még sárg része. Most meg hófehér fenekével hódít, amit többet ér, mint 100 kicsi gyár. A sok utca gyerek, meg a többiek ingyen bámulhatják már. Gyakran ez történik azzal kinek, egy kis önfegyelme sincs. Ilyen öltő az lehet csak, aki senki más rászorulva nincs. Hívem magát győzve, de célba ír az Babír. Hát nem volt könnyű mindezt rendbehozni, elválni Fernandótól végleg, megvárni, amíg Edvard megbocsájt, annyi éjjel hallgatni a húgocskát. Annyit szólni. Így van jól, Anna, de nagyon lehet. Thank you.
fáradt volt, és roppant irigy lett. Gyűlölte azt, ki tétlenül töltötte napját, s nem volt megvehető, akit egy csöpnyi durvaság is bőszít, s aki örömmel megélheti vágyait. És szerelme nem áru, megszerzi azt, mire szüksége van. Teremtett, hát rajtunk áll a tét, vezete minket az én. Ám a bolga mit sem ér, csak éldi a dallal. Ám de hová, ám de hová, ám de hová vezet, azt nem sejti még. Engem köves, mondd le minden örömről, mi másokban ég. Hagyd ezt a mámort az oktondi népnek, kit nem zavar, kit nem zavar, kit nem zavar, hogy mi lesz a vég. Ott Louisianában
Anna.